Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. augusztus 4-én szerdán, a pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Megújultak a teniszpályák. Ismét lesz Túri Kupa. Közel 12 millió forint összegből újult meg 4 teniszpálya Mezőtúron, amely egy nyertes pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. A fejlesztésről Herceg Zsolt polgármester adott tájékoztatást. Az elmúlt hetekben egy olyan felújítás zajlott, amely 4 teniszpályát érintett, és ezt a fejlesztést a TOP CLLD projektből a Közművelődési és Sport Kft. Pályázta meg. Közel 12 millió forintot nyert el a 4 teniszpálya felújítására és fejlesztésére. Ami a műszaki tartalmat illeti, a 4 pálya esetében az eredeti salakburkolatot durván 2 cm vastagságban ugye letermelték a pályákról, és egy olyan homogén szerkezetű salak került rá 5-10 cm-es vastagságban, természetesen ugye szintezéssel, amelynek a kezelése, a fenntartása, az üzemeltetése sokkal könnyebb, tehát például, hogyha szárazság van és nem locsolják, akkor nem reperezik meg, tehát ez egy olyan speciális salak, ami erre a pályára, a teniszpályákra való. A mögöttem látható 2 pályának a világításának a kialakítását is megvalósították. Ez ugye nyilvánvalóan azt teszi lehetővé, hogy naplemente után is lehessen mérkőzéseket játszani, amelynek most itt nyáron a nagy melegben különösen nagy jelentősége van, hiszen az esti órákban már azért a hőmérséklet annyira lehűl, hogy lehet játszani. A földkábelt egyébként innen a székháztól, a sportcsarnok szélétől vezették ide. Ugye 4-4 oszlop, tehát összesen 8 oszlop került elhelyezésre, és egy korszerű ledes világítás került elhelyezésre az oszlopokra. Ugye Barta Gyula elmondta, a létesítmény vezetője, hogy már természetesen kipróbálták, játszottak sötétedés után, és kiválóan működik a világítás, tehát olyan fényerőt biztosít, amely lehetővé teszi a játékot. Ezen kívül még a kerítés felújítása történt meg. Én szeretném megköszönni a Közművelődési és Sport Kft. Vezetőjének, kollégáknak, hogy sikerrel pályáztak. Havasi Sándornak, a tenisz szakosztály vezetőjének, aki itt közreműködött a felújítás folyamán, és a Hort 2000 Kft.-nek, aki elnyerte a munkának az elvégzését, tehát szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját. Ez egy újabb, nagyszerű fejlesztés. Folyamatosan arra törekszünk az önkormányzatunk részéről, hogy a sport rendelkezésre álló infrastruktúrát fejlesszük. Ez az elképzeléseinkbe, ez a fejlesztés ez teljes mértékben illeszkedett hozzá, és hát abban bízom, hogy a jövőben is lesznek ilyen pályázati lehetőségeink, amelyekkel továbbra is tudjuk fejleszteni a sport rendelkezésre álló épületeket, infrastruktúrákat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! A sportolni vágyók legnagyobb örömére sok év után ismét megrendezésre kerül a Túri Kupa utcai futóverseny városunkban augusztus 14-én szombaton. A verseny részleteiről és a nevezésről Bodor Márta a művelődés szervező nyilatkozott stábunknak. Ismét Túri Kupa utcai futóverseny. Egy verseny, ahová családdal is érkezhetnek. Egy verseny, amire bizonyára sokan emlékeznek. Egy verseny, amely 2021-ben ismét várja a mozogni vágyókat. Augusztus 14-én délután ismét Túri Kupa utcai futóverseny Mezőtúron. Keresd a www.turikupa.hu-t! Sok év után ismét megrendezésre kerül Mezőtúron a Túri Kupa utcai futóverseny. Idén augusztus 14-én mit tudhatunk a futóversenynek a részleteiről?
Hosszas egyeztetés előzte meg azt, hogy kihirdettük a Tóri Kupa utcai futóversenyt 2021-ben. Nagyon szerettük volna visszahozni ezt a rendezvényt, amelyet annak idején Barta Gyula, Bagdán Sándor és Uzsoki János karolt fel, és úgy gondoltuk, hogy 2015 után egy kihagyást követően miért ne hoznánk vissza azt a rendezvényt, ahol rengeteg sportolni vágyó, rengeteg vidékről érkező ember vett részt a versenyen. Nagyon sokan megfordultak akkor a városban, és úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne újra életre hívni ezt az eseményt. Fel is kerestük Barta Gyulát és Bagdán Sándort, ők támogattak bennünket, támogatták az elképzelésünket, Uzsoki János is támogatott a háttérről, a szervező csapatban való részvételről, így meghirdetésre került ez a verseny. Nagyon izgulunk, kint vannak már a nevezési felület, ahol különböző korcsoportokban és különböző versenytávokra várjuk a nevezőket, a sportolni vágyókat. Milyen korcsoportok, illetve versenytávok lesznek? Gyermektávokban 4 távot jelöltünk ki, 200, 400, 600 és 1000 méter. Van 4000 méteres távunk, valamint 12000 méteres távunk. Úgy gondoltuk, hogy most a félmaratont elhagyjuk, megnézzük, hogy ezeknek a távoknak milyen fogadtatása lesz, valamint a rendezvényünknek milyen fogadtatása lesz, és akkor szeretnénk majd nyilván a jövőben nőni, és újabb távokat meghirdetni, de bízunk abban, hogy erre ezekre a távokra is érkezik bőven nevezés, nem csak mezőtúrral. Meddig lehet nevezni a versenyre? Nevezni augusztus 9-én 22 óráig lehet az internetes felületen, ez a tórikupa.hu, ott meg fogják találni a nevezési felületet, valamint az nagyon fontos elmondani, hogy van nevezési díj, és a nevezés akkor lesz hivatalosan elfogadott, hogyha a nevezési díjakat is átutalják. Ugye mindenkinek szeretnénk egy befutó csomagot adni, így tudjuk azt, hogy mennyi csomaggal készüljünk, és nagyon fontos, hogy online nevezésünk van, tehát a helyszínelvezést szeretnénk elhagyni. Ez már nem új keletű egyébként a futók körében, hiszen számos más város hirdet futóversenyt, és ők is az internetes nevezést részesítik előnyben, úgyhogy ezért gondoltuk, ezért mertük csak ezt meghagyni, és ugye nekünk egy picit megkönnyíti a programunkat, vagy a feladatunkat, hiszen azt el kell mondani, hogy augusztus 14-én már Javában zajlik az Artúr Fesztivál, így számos más területen is ott kell lennünk, és részt kell vennünk különböző feladatokban. Lesz-e lehetőség átöltözni a futóknak, lesz-e biztosítva öltöző? Természetesen. Öltözőt jelölünk itt a közösségi házban, hiszen itt lesz a rajt és a finis, valamint öltöző lesz kijelölve a főiskolán, ahol zuhanyzási lehetőséget is biztosítunk. Valamint ugye az Artúr Fesztivál éveként különböző családi programok is várják az ide látogatókat, így tehát azt lehet mondani, hogy várjuk a családosokat is, még akkor is, hogyha nem szeretne az egész család részt venni a versenyben, különböző programokkal tudjuk őket szórakoztatni, egészen addig, amíg a családfő vagy a család bármely tagja részt vesz a versenyünkön. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!